Október 19-én Hajdúszoboszlóra látogatott Rácz Róbert megyei kormány megbízott, hogy tárgyalást folytasson dr. Sóvágó László polgármesterrel. Témájuk a járási hivatal szoboszlói kialakítása volt, hiszen városon képviselőtestülete legutóbbi ülésén elutasította azt. Tulajdonképpen azért jöttem pusztán csak ma a polgármester úrhoz, hogy személyesen meghallgassam az álláspontját a járási hivatallal kapcsolatban, hiszen tudhatjuk, hogy a múlt héten a szoboszlói önkormányzat képviselőtestülete nem szavazta meg azt a megállapodást, amelyik az alapját tudja jelenteni majd a járási hivatal működésének, és ezügyben tájékozottam a polgármester úrnál, és szerettem volna neki is elmondani személyesen, hogy nekem meggyőződésem, hogy a hajdúszoboszlói embereknek az az érdeke, hogy Hajdúszoboszlón legyen járásközpont, és hogy jól működjön a hajdúszoboszlói járási hivatal. Ezt szerettem volna neki elmondani, és ez is történt egyébként. Igazából más konklúziója a mai megbeszélésünknek nem volt. Én személy szerint mindenképpen afelé szeretném terelni a folyamatot, hogy a dolog az mégiscsak nyugvópontra jusson, és Hajdúszoboszlón tudjon majd működni a járási hivatal. Én abban bízom, hogy a képviselőtestület és a polgármester úr is ugyanebben érdekelt, hiszen, és ez egyébként meggyőződésem, a hajdúszoboszlói emberek bizonyosan ebben érdekeltek, és azt gondolom, hogy a testület és a polgármester úr is a szoboszlói emberek érdekét képviseli. Korábban sem volt más meggyőződésem. Így hát azt gondolom, hogy a vége ennek az lesz, hogy lesz egy normális és jól működő egyesség, egy olyan határozat, egy olyan döntés, amelynek következtében járási hivatal fog működni Hajdúszoboszlón.